Üdv nektek, mondta Jézus feltámadása után. Most van az üdvösség napja. Isten a választott nép életében gyakran jelenik meg tűzben. Útjelzőként, áldozatot elemésztve. Mózesnek égő, de el nem égő csipkebokorban. Pünköstkor lángnyelvekben. Az Úr a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Egyetlen tűz ő, szerelme szeretete lángoló, mennyei fényével megvilágít, felmelegít. Ő maga tüzes lélek. Minket is ebbe hív, ebbe az égő, de sosem égető, csupán a szemetet, salakot elégető, szerető lobogásba, együtt izzásba. Egyetlen tűz van tehát az utolsó ítéletkor is. A tisztító tűz és a pokol nem külön idegen tüzek, hanem az Isten egyetlen szerető tűzével találkozva különböző élmény állapotok, hatások. Aki földi életében, itt az örök élet előszobájában befogadja Isten szeretetének tüzét, és mint aranyat a kóhóban engedi magát az önzés szemetétől és salakjától megtisztítani, az halálában ebbe a szerelmesen átölelő tűzbe lép be, hogy örökké együtt lobogjon Istennel, angyalaival és szentjeivel. Aki jó irányba halad földi életében, de halála pillanatában még tisztulásra szorul, arra ez a nagy tüzes találkozás tisztító tűzként hat, hogy az örök élet biztos és reményteli kilátásával tisztává és alkalmassá válhasson a nagybetűs élet befogadására. Aki pedig földi életében tudva és akarva, hosszú távon kemény szívvel megáltalkodva elzárkozik Isten és az emberek szeretete elől, azaz Istennel való találkozást, ezt a végtelenül szerető tüzet égetésként fogja fel. Így eszerint is tapasztalja meg, ami nem pusztán múlókin szenvedés, hanem maga a pokol. Élettelen élet, örök halál. A pokolba vezető út egyáltalán nem jó szándékkal van kikövezve, hanem tudatos visszaélés sorozattal, bűnös életvitellel, amely az Istentől való örök elszakítottságba, a kárhozatba, a második halálba dönt, amitől Jézus megváltott minket. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok.